Sajtóklub rovatunk állandó vendége, illetve szakértője Kassai Tamás turisztikai fejlesztési menedzser. Szerbusz Tamás, jó reggelt így, harmadjára szerintem most már így futunk neki a mai adásnak. Milyen híreket hoztál nekünk a nagyvilágból? Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket is. Hát ez a mögöttünk álló két hét az legalább olyan izgalmas volt, mint az előttünk álló két hét lesz. Rengeteg új információ került napvilágra azzal kapcsolatban, hogy milyen országokba lehet utazni hová. Biztosan nem lehet 2021-ben utazni, milyen dokumentumok kellenek -e Az angol, magyar, kétnyelvű. nyelvű. rengeteg, rengeteg eltérő információ lát napvilágot, és tényleg én már magam sem tudom, hogy az igazolványom mire elég és mire nem. Az biztos, hogy valamire. Valamire. <laughs> De hogy valahol-e? Az egy megint egy másik kérdés. Igen. Hiszen a, a nagy különbség, például ezt esetleg így végig a sajtó mellettel is mondom az embereknek, hogy hogy, hogy hogy nagyon nehéz azt értelmezni, hogy ugye van oltási igazolás, vagy igazolvány, igazolván, vagy, vagy, vagy oltási kiskönyv, ki, Illetve ki minek hívja, és van védettség. És az egyik a határátlépéshez kell, a másik ahhoz, hogy a helyi szolgáltatásokat igénybe vehessük, és van olyan ország, ahol mind a kettő kell ahhoz, hogy beléphessük az országba. És van egy harmadik, ugyebár az applikáció, ami mindenek felett is áll, vagy nem, amiben egyre több funkciót építenek bele, tehát hogy azért egy kicsit úgy nehéz eligazodni van a helyzetben. Most. Így igaz, és igazából az applikáció az általában hasznos, ha nálunk van, úgyhogy aki teheti, az mindenképpen töltse le. E, első hírem, amit hoztam egyébként a turizmuscom pont kapcsolódik, hogy ezt a nagy kavalkádot, ami hát kevésbé színes, mint egyébként izgalmas és nehezen követhető hét európai uniós ország már elkezdte egy kicsit feloldani, és úgy gondolták, hogy akkor ők megpróbálnának valami közös hullámhozra lépni és hát eddig Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Görögország, Horvátország és Lengyelország döntött úgy, hogy egy közös uh, uh, védettségi oltás dokumentummal fognak dolgozni. utazhatnak ezekkel a rendelkezésre álló védettségizolványokkal. Mondjuk úgy, hogy igen, egységes feltételek lesznek, és egységes feltételek szerint kaphatják ezt meg, attól függetlenül, hogy ki melyik országnak az állampolgára. Magyarország ugye az elsők között ebben nincs benne, ez nem feltétlenül jó vagy rossz, ez most is egy állapot, és majd biztos, hogy ez változni fog idővel. Így legyen. A következő hírünk egyébként nagyjából ehhez kapcsolódik még, hogy ebben a nagy kavalkádban a spabook.net oldala próbált egy kis segítséget nyújtani, és nem olyan szemszögből kereste, vagy nézett rá az országokra, hogy egyébként melyik országban, hogyan, milyen feltételekkel lehet beutazni, hiszen ezért, ha valaki ezt szeretné, akkor a keresőbe beírja az ország nevét, és annyit, hogy konzul, és első helyen fogja a konzuli szolgálat adott országra vonatkozó oldalát. Kiöndobni. Az a legbiztonságosabb és leghivatalosabb információs forrás. Így van. Én mindenkinek ezt szoktam ajánlani. Nyilván lehet a helyi korlátozásokról érdeklődni olyanoktól, akik ott laknak és élésben megtapasztalják, hogy mit mennyire kell komolyan venni, de az már egy praktikusok jogi oldalról nézve mindenképp a konzuli szolgálatot szoktam javasolni, és a PÁBUK oldala pedig abban segít, hogy melyek azok az országok, ahova semmilyen, teszt, semmilyen karantén, semmilyen oltás nem szükséges, mégis be lehet utazni. Nyilván innen hazafelé hazatérve csak az jöhet be karantén nélkül Magyarországra, akinek van egyébként védettség igazolvány, akinek nincs, az elmentés és utána otthonról fog két hétig dolgozni, vagy tíz napig otthonról Te fog Tehát elmenni dolgozni. most jelen esetben egyszerűbb bizonyos esetekben, mint hazaérkezni. Így igaz. Akinek nincsen oltása, és ezt nem tudja igazolni, vagy nem volt fertőzött hat hónapon belül, és ezt nem tudja igazolni. Vagy, illetve két hét hétig mondjuk igen. otthon szeretne maradni után, és nem szeretne visszamenni a munkahelyre igazolt hiányzással, akkor az utazon külföldre, és utána két hét karantén vár rá. Nyilván hogyan destinációkat választ. És minél többet utazik külföldre, és egy hónapra, akkor már a két hét, vagy a tíz nap, ugye, az most már annyira nem is, nem is súlyos. De még két tett tesztel, ugye ezt is ki lehet váltani, aki szeretne ebből kiszabadulni. Uh, Következő hírünk az egyébként egy ö, olyan történet, hogy a Travel and Leisure magazinja ö, hozta azt a sztorit, hogy a Kantasz megpróbálja egy kicsit segíteni és ösztönözni az embereket arra, hogy ö, legyen igazolványuk, hiszen aki beoltatja magát, annak előbb-utóbb lesz, és ö, ők azt találták ki, hogy a beoltott utasok ö, számára, vagy az utasok között kisorsolnak az egész családjukra érvényes egy éven át, felhasználható, korlátlan repülési Az igen. csomagot. Uh, emellett volt még másik kantaszos hír a héten, egyébként arról most ilyen uh, képbevágást nem hoztam. Uh, azt csinálták, hogy volt egy ilyen szuper hold, talán emlékeznek rá a kedves Emlékszem, nézők. úgy is aludtam, ahogy még soha, <laughs> sehogy. Igen. És a szuper hold néző járatot indítottak, egy külön járatot, ahová hát 180 embert akkor fölvittek, és egy uh, felhőt fölött, meg felhőt. fölött lényegében, Ez lényegében 10 egyébként? kilométer magasan lehetett Nem is hallottam nézni. még ilyenről. Ügyesek. A Kantasz nagyon, nagyon próbálkozik. A rossz hírem, amit a beharangozó után említettem, hogy sajnos Ausztráliában egyébként 2021-ben biztosan nem fogunk eljutni, hiszen ők úgy döntöttek, hogy az idő nem ítják ki a határaikat. Nézd, valamilyen szinten, ha belegondolsz, ez is egy stratégia, és meg lehet érteni őket is, mert így... Kézben tudják tartani az egész vírus helyzetet, és, és ők talán így, így tényleg túl tudnak lendülni az egészen, és akkor nyitnak majd, hogyha valóban úgy érzik, hogy készen állnak, és minden, minden feltétel adott hozzá. Így igaz. Én Jó, jó példának szoktam őket hozni, Igen. hogy ők elnyomták a járványt, és ha máshol nem lenne, akkor nem is kellene náluk oltatni az embereket, hiszen ha nincs fertőzés, akkor nincs mi ellen védekezni. Hát Európában sajnos van még azért fertőzés, úgyhogy a mi irányunk az adott, és egy másik irány. Utolsó hírünk az pedig, Így van, hát hosszabb időt fogunk utazni mostanában, aki teheti. Ugye egyre többen lesznek olyanok, hogy ez úgynevezett slow tourism, hogy nem rohanjuk végig röv, hosszú hétvégéken rövid hétvégéken Európa országai Aktív pihenések. Így van, hanem inkább elutazunk akár mondjuk Horvátországba, akik ugye egy digitális nomád programot is bevezettek, hogy akár több hétig, hónapig lehessen onnan dolgozni. Az emberek, hogyha home office-ban vannak, egyébként miért ne tehetnék meg? Jogi oldalról természetesen nem, nem ajánlás, mindenkit konzultáljon a munkaadójával, aki nem lesz ettől elragadtatva. De lássuk be, hogy egyébként, aki digitális úton dolgozik, tehát nem éppen az építkezésen van ott és fekete munka, ha egy uh, online számítógépen valamit csinál, és jön az ellenőrzés, és kinyitja, hogy ott a Facebook. Tehát, hogy nyilván ez nem egy jogi állásfoglalás, és, és uh, lehet ezen vitatkozni, de valójában itt is arról van szó, hogy ez egy újkori, újfajta gazdasági mechanizmus, olyan, mint mondjuk volt a, a, az Airbnb a lakáspiacon és a szállodapiacon, vagy az Uber a taxispiacon. Tehát ez egy olyan dolog, új dolog, amit szabályozni kellene. Miért ne lehessen számítógépen bárhonnan dolgozni a világból? Abszult. Abszult. Úgy, hogy én egyébként a saját honos országomban fizetem az adót. De ez mindenképp trend, tehát erre készülnek most a szállásadók, készülnek az országok, és ennek a jogi feltételei több helyen elkezdték már megteremteni. Tamás, nagyon szépen köszönjük ezeket a fantasztikus híreket!